Ígérem, hogy az esetben, ez esetben nem én leszek a vadállat. Amíg, igen, hát már meg is van. Van, aki a technikához jobban ért. Köszönöm szépen. Néhány bevezető szót csak hadd mondjak, mert azt gondolom, hogy amikor hát megkaptam a felkérést erre megjelenésre, akkor hosszasan gondolkoztam, hogy tulajdonképpen a résztvevők számára talán meglepetés, de mindenképpen unikum az, hogy hogy kerül tulajdonképpen a sólymászat egy pásztorkutyás konferenciára. Próbáltam magammal megfogalmazni, hogy hogyan magyarázom, ugye nem vagyok a szavak embere, de nem nagyon találtam erre módot, és úgy döntöttem, hogy ezt elengedem, nem kezdem el magyarázni saját magamat, hát legyen ez annak a kenyere, aki meghívott. Úgyhogy a Gyöngyi ebben a bűnös, magyarázza ő, hogy én mit keresek itt, én aztán azért vagyok, hogy a sólymászatot magyarázzam. Úgyhogy egy olyan átfogó ismeretterjesztő anyagot hoztam magammal, amit ilyen esetekben megszoktam jeleníteni. Valószínűleg kicsit hosszabb lesz, tehát lesz néhány kép, amin átsiklok, viszont a szerény bár annál becsesebb közönséget arra kérem, hogyha éppen lát valami olyasmit, amivel kérdezni szeretne, azt nyugodtan tegye fel. Én nem ragaszkodok ahhoz, hogy a végén tárgyaljunk meg mindent, annál is inkább, mert szerintem hosszabb lesz, mint ahogyan az időnk engedi. Tulajdonképpen előrejáróban ennyit szeretnék. Igen. Most csak hirtelen egy címszavas áttekintés, hogy mit nevezünk ma sólymászatnak. Ja, még annyit, hogy bízom benne, hogy tulajdonképpen a magyarázat benne lesz a mondani valomba, hogy mit is keres egy pásztorkutyás konferencián a sólymászat, és mit is jelent ez a cím, hogy a ragadozóval való kapcsolata. Megpróbálom megmagyarázni ennek az ősiségét, tartalmát, ami összevezeti ezt a két mostanra látszólag elkülönülő szállat. Mit is nevezünk sólymászatnak? Ma a sólymászat egy hagyományos vadászati módot jelent. Ez ennek a tevékenységnek egy olyan degradálása, olyan mélységes beszűkítése, ami értékrombolásnak minősül. Egy csomó hasonlatot tudnák mondani, de fölöslegesen használnak erre az időt. Azt higgy el mindenkit. A sólymászat története tulajdonképpen, ami a most úgy nevezük, hogy történelmi áttekintés, ebből ki szeretném emelni a magyarság, vagy legalábbis a sztyeppei pásztornépeknek, akik ugye az őseink, ezáltal mi magunk is vagyunk. A sólymászata, majd látni fogjuk, hogy itt egy 4000 éves történelmi múltat sorolnak föl nekünk, legalább 4000 éves. Ezt én szeretem mindig elmagyarázni, hogy ez azért van, mert a tudományos alapú munka tényszerű megalapításokra tud csak alapulni, és ennek a tevékenységnek az anyagi megjeleníthetősége ilyen távlatú. Magyarán 4000 éves az a Hettita dombormű, ahol először látunk sólymászt madárral a kezén. Ez nem azt jelenti, hogy előtte nem sólymásztunk. Sólymásztunk, igenis, nekünk ez ennél sokkal-sokkal többet jelent, mint hogy sólyommal, héjával, sassal, fácán nyulat őzetzsákmányolunk. A magyar ember genetikájában ez olyan mélyen van ágyazva, ahogy mondani szoktam, meggyőződésem szerint valahol az emberi válással együtt kezdtünk el ragadozó madarakkal együtt élni és tevékenykedni. Menjünk. Hát itt most nagyjából ezeket a részeket fogjuk látni, amit idáig mondtam. Mindenféle, inkább arra szeretném most felhívni a figyelmet, hogy... Tudok mutatni? Aha, igen. A sólymászat hagyományőrző voltára, ez adja a jogalapját ma a sólymászatnak, hiszen akármilyen hihetetlen védett és fokozottan védett természeti értéknek minősülnek most a ragadozó madaraink, és ezeket magánszemély nem tarthatja, nem kaphat rájuk tartási engedélyt. Ez alól egy kivétel, a sólymászat mint hagyományőrző tradicionális tevékenység. Ezzel együtt nagyon-nagyon beszűkül, és ugye itt nem lesz kiemelve, de én azért fontosnak tartom kiemelni, hogy mindezek ellenére, hogy a nemzeti kulturális örökségünkkel nyilvánították, hogy ezzel párhuzamban Hungarikum a sólymászat, és hogy az UNESCO is a világörökség részévé nyilvánította, ezzel együtt Magyarországon, ahol merem állítani, hogy a világ népességében kiemelkedő szerepe van a magyarság sólymászatának, ennek a tevékenységének egy nagyon markáns túlszabályzás, merem kijelenteni, hogy elnyomást tapasztalható.
tágabb értelmezése a solymászatnak, ez mivel benne van a tágabb szó, ezt én most nem elemezném, de ide tartozik azok a mindennapi tevékenységek, számunkra mindennapi tevékenységek, aminek társadalmi vetületei vagy gazdasági vetületei vannak. Ide tartoznak például az ilyen megjelenések, ide tartoznak a mezőgazdasági védekezések, ha ez furcsa, akkor talán annyit, hogy a gyümölcsöseinknek a seregélyektől való védelme, de ide tartozik a reptereknek az életvédelme, a vonulómadár csapatoktól a repterek távoltartása, illetve a madarak távoltartása a repterektől, ez viszonylag könnyebb, és ami nagyon-nagyon fontos, és akkor itt, hogy engedjék meg nekem egy kicsit, hogy magunk felé hajoljak, a társadalmi szerepvállalás. Mit jelent ez? Ugye ez nem azt jelenti, hogy a társadalomnak kell vállalni az emberek felé bizonyos szerepeket, mert ezt természetesen veszük, hanem azt, hogy igenis az embernek, a társadalom egyes tagjának van felelőssége a társadalom irányába. Márpedig olyan felelőssége van, hogy a jelenkor solymászai mi vagyunk. És mivel a népesség túlnyomó része nem tudja megtenni, hogy solymászon, nem ért hozzá, nem ér rá, egyébként sem az ő dolga, viszont az ősiségénél fogva, a szépségénél, a madarakon keresztül valami miatt megragadja és érdeklődik, mert ilyenek is vannak, akármilyen hihetetlen. Ezeknek az embereknek a mi kutya kötelességünk, hogy stílusos legyek, hogy biztosítsuk a számukra a solymászathoz való hozzáférést. Nem a solymászatot, mert azt mi csináljuk, hanem a solymászathoz való hozzáférést, hogy ki a saját igénye, módja, képessége szerint mit szeretne ebből megtapasztalni. Itt, amikor magunkról beszélek, akkor a Vadászati Kulturális Egyesület solymászrendjéről beszélek, aminek a képviseletében vagyok itt, és mi a solymászatnak ezt a részét helyezzük előtérbe, hiszen azt gondolom, hogy az egyéni előrejutásáról, boldogulásáról, szórakozásáról mindenki igyekszik megfelelő módon gondoskodni. Mi azt vállaltuk fel, hogy a társadalom többi részének az ez irányú érdeklődését is kielégítsük. Itt szeretnék mindenkit felhatalmazni arra, hogy akinek ilyen irányú érdeklődése van, nyugodtan forduljon felénk, keressen bennünket személyesen, meg az egyéb más módszereken keresztül. Szerintem ezek elhangoztak. Itt magyarázatokat láthatunk, vadászat, élelemszerzés, ezek mind-mind igazak, tágabb és szűkebb értelembe is. Én egyet javaslok, és szeretnék a magam véleménye szerint mondani, hogy sok ezer éves elődeink ügyleteiről, tevékenységeiről ne mondjunk ítéletet. Egyszerűen azért, mert itt majd elő fog kerülni, ha nem, akkor én biztosan mondom, hogy ahogy említettem, ennek a történelmi távlata, ennek a tevékenységnek, mármint hogy az ember ragadozó madárral dolgozik együtt, nem tudjuk a történelmi távlatát, nem tudjuk ennek az eredetét. Viszont ebben a sok ezer éves időtávlatban, ugye az ember és a madár kapcsolatában van egy tényező, ami nem változik, az a madár. Minden egyes változást az ember, mint biológiai lény, mint faj, mint fejlődési szakasz, ő szenvedett el. Tehát mi fejlődtünk visszafelé. Mondjuk ki bátran, hiszen itt a Prometheus mese elhangzott az előző előadásban, bizony az emberi képességek olyan mértékű visszafejlődését tapasztaljuk, és tudjuk, ez a sok ezer év alatt, meg hát nyilván most az utóbbi időben felgyorsulva, ami hát riasztó, legkevesebb az, hogy riasztó. Viszont van a rendelkezésünkre egy olyan lény, egy olyan kultúra, egy olyan tudáshalmaz, ami a miénk, ami bennünket ebbe az időrendi távlatba, ebbe a minőségbe vissza tud vezetni. Ehhez nem kell más tennünk, mint alkalmassá kell válnunk. Hát itt ez egy életjelenet, ami hát nyilván nem életszerű, ellenben nagyon csodálatos, egy áldott kezű orosz festőművésznek a munkáit. Csak azt szeretném jellemezni a kép, hogy ez egy nagy fontosságú és állandó feladat volt a solymászat történelmi magyarázatokat látunk magyarság vonzatában, ugye a népvándorlás időszakára visz bennünket, hogy elkezd ez a tevékenység, ami valahol Közép-Ázsiában
hogy mondják ezt, azt mondják, fejlődött ki, legyen úgy, én nem bánom, ennek egyszerűen annyi a vélekedése, vagy bizonyíthatósága, hogy ezzel bizonyítjuk, hogy a legeltetés és állattartás, ami ugye ez létezett ott, ez mellett levő teendők, és ezzel párhuzamba levő életforma tette lehetővé az ember számára, hogy dolgozhasson, együtt élhessen, beszerezhesse, vadászhasson ezekkel a madarakkal. Most csak, hogy azért ugye egyrészt akkor az még nem létezett, de mondjuk egy sivatagi városban kőfalak között élve nem lehetett akkor végezni a tevékenységet, viszont egy pusztai nomád család nagyon kiválóan el tudott ebből, tudta ezt a tevékenységet fönntartani, és nagyon-nagyon fontos, hogy akkor is, és most is egy-egy madár, egy-egy rátermett solymász kisebb-nagyobb embercsoportoknak, családoknak, nemzetségeknek a túlélését tudja biztosítani, elegendő zsákmányt tud ejteni, akármilyen hihetetlen egy-egy madár, vagy egy-egy kisebb solymász csoport, anélkül, hogy a saját rendelkezésükre álló állataikból csökkentenének, mert hát ugye nyilván a rendelkezésre álló állat az mindig tőke és biztonságot jelent, amit meg tudunk fogni, ehhez tudunk venni, ezt a magunk javára tudjuk fordítani. Ez azért természetes, mert nem lehet másként, vagy azért nem lehet másként, mert természetes. Nagyon fontos tényező itt az árukereskedelem, itt már a középkorban vagyunk, középkori képeket látunk, hogy jött ide igazán, de volna, nem is értem, nagy az ugrás, de majd vissza fogunk menni. Ha az értékét szerette volna a madaraknak és a magyar solymászoknak az értékét jellemezni, az, hogy nagyon komoly értékeket képviseltek ezek a madarak, ezek a képzett madarak. A török hódoltság idejében például kifejezetten adó nem forma volt a török, a fényes porta irányában a magyar solymok, a magyar solymászok által nevelt madarak. Itt néhány történelmi fordulópontot látunk. A magyarság solymászatára az első megemlékezés a Bécsi krónikában. Ettől eltérően ugye a Nemzeti Kulturális Örökség listára való felkerülés kapcsán ugye kutatásokból derültek ki mindenféle levelezések, szabályzások, ítéletek, amik alátámasztják a solymászatot, azt, hogy volt, hogy valójában hogyan történt, az pedig ugye szakmai szempontból helyreadottálva nekünk kell kigondolnunk. Negyedik Béláról tudjuk, hogy nagyon szenvedélyes solymász volt ő, több pénzérményén is megjelentette a solymászatot, mint tevékenységet, vagy ezzel kapcsolatos dolgokat. Egy érdekes fordulópont az 1279-es budai zsinat. Ezt egy gondolatindítónak szoktam föladni. Ez arról nevezetes, hogy ezen a zsinaton a szerzeteseknek megtiltották a solymászatot. Méghozzá, hogy az egyházfő annyira bízott a híveiben, hogy nagyon komoly büntetést is mellékelt a rendelet mellé, nevezetesen, hogy aki egyházi személy solymászaton ér, annak joga van még közrendű embernek is elvenni tőle a madarát, lovát, kutyát is, ami abban az időben azért elég komoly büntetés volt. Ez nekem valamikor szöget ütött a fejembe, hogy ez miért olyan nagyon fontos, vagy miért érdekes. Én ebben most nem akarok itt belemenni, mindenki gondolkozzon el rajta, hogy ennek azért több oldala lehet, hogy miért is kellett az egyház fiaknak betiltani azt, hogy az ős magyarok kerecsenjeivel, mert hát ezek álltak rendelkezésre, múlassák az időt ahelyett, hogy a kolostorok gyepét nyírják megfelelő méretűre. Vagy nem tudom, milyen dolgok lehetett még. Első magyar solymászkönyv, Nagy Lajos király fősolymászától egy Magyar László nevezetű fiatal vagy kevésbé fiatal embertől származik, ami nagyon érdekes, mert ez is alátámasztja a magyarság solymászatának a jelentőségét. Ez a könyv nincsen meg véletlenül, viszont minden párhuzamos munka, tehát íráskönyv Európában hivatkozik erre a könyvre, és nagy tudásokat merít belőle. Ehhez még hozzátenném, és ezt kérem tekintse mindenki a írói munkásságom részévé, ahogy egyik kedvenc tanárom szokta volt mondani. A minap járt nálam egy barátom, és állítólag a Bécsi Nemzeti Múzeum most restaurálta ezt a könyvet, és ő is megvan. Hát úgy legyen.
maradjunk annyiba, hogy nem az lenne az első magyar nagyrendű érték, ami osztrák vagy Habsburg múzeumból előkerülne. Reméljük, hogy lesz hozzá módunk. Hát itt történelmi események kapcsán van felsorolva. A mohácsi vész után ugye komoly Csipke Rózsika, ugye tudjuk, hogy a mohácsi vész alkalmával az ott veszett király a csata előestén egy Szent Iványi Benedek udvarnokot bízta meg a solymai kezelésével és a solymai elmenekítésével. Talán ennyit. Mátyás királyról még szeretném megjegyezni talán annyit, hogy ő is szenvedélyes solymász volt, mint tudjuk, virtuóz hatfi, és általában egyébként a történelmi személyiségeinkről feljegyezték mindannyian, akik kiemelkedő hadi képességekkel és eredményekkel bírtak, mindegytől egyik kiemelkedő solymászok voltak. Őneki még volt egy olyan hát sikere vagy nem sikere, ezt ő eldöntötte, hogy ugye Itáliából érkezett felesége Beatrix, ő vele érkezett, ő már a hazájában szenvedélyes solymász volt, mint amolyan főúri hölgy, egyébként sem nagyon tudta valószínűleg mivel múlatni az időt, nagyon szenvedélyes solymász volt, és ő vele érkeztek a tudomásunk szerint először a déli elterjedési feldek solymok a Kárpát-medencébe, és aztán egy nagyon markáns diplomácia indult meg, gyakran kértek déli madarakat az olaszoktól cserével magyar kerecsenekért Mátyás király idejében. Hát az újkori története, ugye onnit, azt mondjuk, hogy itt is fel volt írva, hogy 150 éves Csipke Rózsika álma, ugye ezt úgy tartjuk nyilván, hogy azt mondták, hogy a reneszánszkor végével, ugye egyrészt a lőfegyverek olyan fejlődéseivel, hogy kézzel hordhatók voltak, vadászni lehetett könnyedén, tömegesen lehetett vadat elejteni, megszűnt a solymászat jelentősége, és tulajdonképpen eltűnt a solymászat. Meggyőződésem, hogy csak azok számára jelentett ilyen jelentőséget a solymászat, akik ennek a külsőségeit, a felületességét, nem pedig a belső és mély tartalmát, az ősiségét és a szakralitásban levő megfogalmazását őrizték, hiszen azzal párhuzamban, hogy ezek a fényűző solymász udvartartások megszűntek, és néhány évtized alatt Európa szerte felszámolódtak, de hazánkban szinte teljesen. Mindenféle kutatások azért felhozták, hogy kiderült, hogy attól még, hogy az arisztokrácia vagy a nemesség nem tartotta tovább ezt egy nagy élvezetnek, azért csak létezett solymászat. Én ezt úgy szoktam megfogalmazni, hogy vészt tört a solymászatra, mint egyébként akkoriban az egész nemzetünkre, országunkra, népünkre, és ilyenkor mit csinál a magyar ember? Az ősi tudásánál fogva az értékeit elkezdi menekíteni. És hova menekíti? Hát oda menekíti, mint ahova az asszonyait, a lányait, a jószágait, oda menekítette a solymászatot is. Elmenekült a hortobágyi pásztorszállások mögé, bemenekült a balatonvidéki mocsarainak a pákászkunyhói mögé, parasztemberek szállásai mögé, és a nép elkezdte arra használni, ami onnét kiindult, bizonyos embercsoportok, kis magyar embercsoportoknak a megélhetésének a biztosítására, de mindenképpen gyakorolta ezt a tevékenységet, és mivel gyakorolta, ezért apáról fiúra szállt ez a tevékenység, és itt megjegyezném, hogy ez ennek azért van nagyon nagy fontossága, mivel ez egy olyan tevékenység a solymászat, amit most a solymászatnak nevezünk, amit csak is élő formájában lehet átörökíteni. Nem tűri az 1-2-3 dimenziót. Nem lehet leírni, nem lehet kellően lefilmezni. Annyi mélységet, intuíciót, beleérzési tapasztalatot kér és feltételez a technikai dolgokon kívül és a lexikális tudáson felül, hogy ezt mindenkinek magában kell kérlelni. Ez egy olyan átfogó tudás, amit az embernek szükségképpen önmagába kell beépítenie.
Ezt most nem részletezem, ezt mindenki el tudta idáig olvasni, ez csak egy kronológia a modernkori solymászat fejlődésében, ami elvezett tulajdonképpen ide a napjainkig. Egy a lényeg, hogy ahogy újra megfelelő földbe hullott ez a mag, a magyar emberek újra felnyalávoltak, és mindig volt valaki, aki valamilyen formájában igyekezett fenntartani, és ami nagyon-nagyon fontos, hogy közösségben, hogy nem elég az, hogy valaki a kis birtokán önmagában megvannak a lehetőségei, nagyon jól elszórakozik és őrzi a hagyományt, nem. Társadalmat képezünk, közösségeket formálunk, igyekezzük továbbadni, megőrizni a tevékenységet, és akkor utalnák oda, hogy ez csúcsosodott ki szerintem odáig, amit elmondtam, a társadalmi felelősségvállalásra, szerepvállalásra. Ez még mindig idáig tart. Itt még annyi, hogy ugye látszott, hogy a Magyar Solymász Egyesület külön jogutódlásában folyamatosan fenntartotta a solymászatnak a meglétét. 2010-ben megalapítottuk a Magyar Ragadozó Madárvédő és Solymász Egyesületet. És akkor innét áttérünk meg gondolom megy az idő, elég jó, nem? Igen. Áttérünk. Igen, egyed óra van. Jó, igyekszem, azért megyek gyorsan, de még senki nem szólt közben, hogy itt álljunk meg egy pillanat, a kérdés van. Solymász madaraink. Ugye solymászatról beszélünk, akkor ne esünk abba a hibába, hogy csak solymokról beszélünk. A solymokkal való munkáról beszélünk, ragadozó madarakról beszélünk. Tulajdonképpen ma akármilyen kifejező is a világ legszebb nyelve, a mi anyanyelvünk, egyszerűen erre az átfogó szó teljes tartalmat sugalló kifejezést nem tudunk találni, ezért használjuk ezt, hogy solymászat. Magyarán minden ragadozó madárral történő munkát solymászatnak nevezünk, tehát mindjárt kezdjük is kétfelé választani őket. Vannak a magas röptűek, vagy magasan pedzők, ezek a valódi solymok, vándor, északi, feldek és a társai, nem kívánok ornitológiai ismertetőt tartani, bár nagyon szívesen van, és vannak az alacsony röptűek, mondjuk úgy ki bátran, hogy a többiek. Tehát a héják, karvajok, sasok, baglyok, mert ugye ne felejtsük el, hogy egy nap az 24 órából meg egy éjszakából áll, tehát ide tartoznak a baglyok is, mint a bemutatón ezt fogjuk látni. Hát itt felsorolásokat látunk, ezek nagyon kedvesek a szemnek, az itt a Bendegúz barátom karján látható madár is ebbe a fajba tartozik, vadász sólyom vagy északi sólyom, ezek a mondjuk úgy, hogy a legértékesebb, vagy legbecsesebb, legkeresettebb vadászmadarak közé tartoznak. Látszik, hogy a faj maga erősen heterogén, az egészen fehér változatoktól, a teljesen feketén át, a szürke törzs alakig minden előfordul. Ez kérem mindegy fajhoz tartozik, csak alfai különbségeket látunk. Aztán itt van a legelterjedtebb, leggyakoribb vadászmadár. Amikor sólyomról beszélünk, akkor valójában a vándorsólyomról beszélünk. Ő egy világpolgár, a tudomány aktuális állása szerint éppen ahány most azt hiszem talán 52 alfajba soroljuk. Egy a lényeg, hogy a sarkvidékeket kivéve a világ minden sarkában él valamilyen vándorsólyom. Mindenhol megtaláljuk és mindenhol kiemelkedő teljesítményt nyújtanak, és ahol solymászó nép van, ott repítenek valamilyen vándorsolymot. Nekem is ő belőle van a legtöbb. Hát igen, elérkeztünk ide egy kicsit, ezt bár nem aktuális, bár ilyen madarunk nem lehet, de valami miatt a magyarság kapcsán a kerecsen sólyom mindig megkerülhetetlen kérdés. Miért is? Nem gondolnám, hogy bárkinek is magyarázni kellene. A turul itt meg is van említve, látszik, hogy mindenféle korábbi kutatások, meg mindenféle ártó szándékú megalapítások és publikációk ellenére mi tudjuk, meg egyébként rajtunk kívül mindenki, aki ragadozónakkal foglalkozik a világban, pontosan tudja, hogy a magyarok turulsólyma, az az altáji kerecsensólyom vagy sólyom, szeretjük kerecsennek mondani, valójában egy teljesen különálló, teljesen más küllemű madárról beszélünk, és akinek ebben kétségei voltak, akkor kérem nyugodjon meg mindenki, a turul mindig is létezett,
a Turul most is létezik, és a Turul létezni is fog. Ennek valójában számunkra azon kívül, hogy természetesen nagyon-nagyon szeretnénk ilyen madarakat tartani fizikailag is, a magyar emberek számára, a magyarság számára ennek a belső tartalma, a lelki küldetése sokkal-sokkal fontosabb. Ez tartalmazza, sugallja az ősiségünket, és mindenképpen jellemzi az összetartozásunkat, és az ezirányi kötelezettségeinket. Ezt szeretném kiemelni, ez mind-mind a Turulban tesztesül meg. Hogy sarkítsam tovább, Kerecsensolyom, tehát magyar ember Kerecsensolymot nem tarthat. Egész egyszerűen azért nem utaltam már a túlszabályzottságra, hagyományőrző voltam miatt lehetséges a fokozottan védett ragadozó madaraknak a tartása, viszont ebben egy olyan korlát van, hogy van egy úgynevezett csolymászatra engedélyezhető fajok listája, és ebben nincsen benne a Kerecsensolyom, természetesen véletlenül. A vándorsólyom, vadássólyom, feldegsólyom, szirtisas a fokozottan védettek közül, a védett fajokból a héja és a karvaj. Ennyi madarat tarthatunk. Most egy csomó kérdés megfogalmazódik mindig bennem. Elnézést kérek, hogy ezzel kis időt töltök, de azt gondolom, hogy valahol itt van a lényege, vagy a jövőjének a lényege, hogy erre szeretnék egy kicsit rávilágítani. Még ahogy említettem, volt a hagyományőrző jellege miatt engedi egyáltalán a solymászatot, mint hagyományőrző tevékenységet, ősi tevékenységet. Ugyanakkor a tradicionális madarainkat nem használhatjuk. Tehát valójában sem parlagisassal nem solymászhatunk, sem kerecsensólyommal nem solymászhatunk, sem törpesólyommal nem solymászhatunk. Amiknek egyébként semmilyen hatása nem lenne a szabadon élő állományokra. Egész egyszerűen, most én nem akarom a megszokott indokokat fölvázolni, egyszerűen arra szeretnék rávilágítani, az egész szabályzás alapjaiban rossz. Miért? Mert természetvédelmi szempontból szabályozunk egy ősiségből eredő hagyományőrző tevékenységet. Akkor, amikor tulajdonképpen semmilyen köze nincsen. Ezek a madarainkat, ezeket én magam tenyésztem. És a solymászok. Minden egyes madarunk, ami solymász kézen van tenyésztett, semmilyen kapcsolata nincs a természettel és a természetes állományokkal, mondjuk inkább így. Nem onnét származik, oda-vissza nem kerül. Akkor honnét jön a jogalap, hogy egy ilyen nagy fontosságú tevékenységet ilyen mértékig korlátozzunk, egy mondva csinált alappal. Én csak ide szerettem volna kiukadni, amikor... Most mondom azt például, nagyon jó ötletnek tartanám, ha gonosz szeretnék lenni, hogy mondjuk a kuvasztartás építészeti szempontból közelítsük meg, hogy nem lehet kuvaszt tartani, mert a kutyaház mérete az 32 cm x 42, mert a csivavának az kell. És mivel ez nem jó a kuvasztnak, bocsánat, nem lehet kuvaszt tartani. Tehát értsük meg, ez a szabály nem lehet tartani. Igen. Na, hasonló indokok alapján nincsen. És ezzel nem provokálni szeretnék senkit, csak gondolatot indítani. És akkor elnézést, hogy egy kicsit most többet időztünk. Most a hatásszünet csak a kérdéseknek van, de... Jó, rendben. Hát itt az említett feldegsólyom tulajdonképpen megint visszautalhatnák az előbbi mondandóval, hogy meg miért van benne a solymászható engedélyezhető fajok között. Egyrészt nincsen, másrészt a kutyának se kell. Biztos félnek a hibridizációt. Én nem tudom, hogy ki mitől fél, de mindenre megvannak a kerek válaszaim. Tessék, itt van a hibrid válasz. Ennél a képnél nem akartam egy cseppet sem megállni, ugyanis ez egy... Hát akkor ugye felelősségvállásról beszéltem, akkor ezt rikkantsuk meg. Igen, hibrid solymokat is csinálunk, és volt, merem állítani, hogy volt, a solymászatban egy olyan időszak, amikor csináltunk ilyeneket, mert most is csinálunk, mert volt rá igény, voltak rá ötletek, meg egyébként meg tudtuk csinálni, és az ember hiúságát az nagyon szépen alátámasztja, hogy mekkora nagy ügyes fickó vagyok, hogy mondjuk csak hogy érdekességet, mondjuk egy vándorsólyom
vándorsólyomból, meg egy törpesólyomból tudok egy hibridet csinálni. Vagy egy vándors törpesólyomból, vagy egy sahinból. Vagy hogy a törpesólyomból, meg északi sólyomból. Tehát egy két markánsan különböző madárból tudok csinálni egy ilyet. Hát ez nagyon érdekes, meg lehet, hogy piszkálják a... De én azt gondolom, hogy ez nem emberi feladat ilyen fajoknak a létrehozása. Arról nem beszélve, hogy gyakorlatilag ezeknek a madaraknak egy olyan identitás zavarral vannak kódolva, ami egy elképesztő labilitást, és önmagukban egy élethosszig tartó kérdéses állapotot ez miatt instabilitást sugallnak. Az volt a hibridizációnak egyébként a valós oka, és ez részint teljesül is, hogy a kiemelkedő madaraknak, mint ahogy a kutyáknál is, meg egyéb más állatoknál a fajták kialakításának ez a célja, hogy az eredeti fajok képességénél jobb képességű egyedeket hozzunk létre, gyorsabbakat, nagyobbakat és drágábbakat. Nyilván merem állítani, hogy ez a tendencia lezajlott, bizonyos rétegekben még tartja magát és kívánatos, de már itt is nagyon markánsan látszanak a helyes útra való terelődések. Európa jelentős részében már nem lehet, és ahol még lehet, ott is folyamatos a hibridizációnak a kiszorítása. Én azt gondolom, hogy felelős solymász, felelős magyar ember meg fogja érteni, amikor azt mondom, hogy a solymokat is csak tiszta vérben tenyésszük, még hozzá genetikailag friss, tiszta vérben. Miért? Mert ezt magunk végezzük, és ezért ennek a felelősségét magunkra vállaltuk. Ha kiragadtuk a természetből, mert ilyen szabályzó rendszerek vannak, hiszen a solymok tenyésztése az egy néhány évtizedes tevékenység. Ugye onnét ered, hogy az 50-es, 60-as évek felelőtlen vegyszer használatai miatt a világ ragadozó madár állományai gyakorlatilag összeomlottak. Kontinensnyi részekről pusztult ki néhány év alatt több ragadozó madár faj. Ugye a világ solymász társadalmainak megszűnt a lehetősége, mint a történelemben eddig, hogy a természetből vegyék ki a szükséges solymász madaraikat, és ezért elkezdtek először Amerikában a Cornellen a ragadozó madár tenyésztésnek a kidolgozásával, de oda jutottunk, hogy mára minden ragadozó madarunkat gyakorlatilag rutinszerűen tudjuk tenyészteni. Nem könnyű feladat, viszont nehéz, viszont meg tudjuk csinálni. Ez kettő dologból fontos. Egyrészt, ahogy mondtam, a solymászat elszakadt a szabadtéri állományoktól. Ezt helyénvaló, én magam részéről helyénvalónak találom, ez sokkal fontosabb természeti érték annál, mint hogy emberek ezt egyéni érdekeik irányba használják, meg tudjuk csinálni. Aztán van egy másik, nagyon fontos, ahol ez a két szál összefut. Ha a szabadtéri állományokat megint valami globális veszélyeztető tényező érni, akkor a zárt élőlányokból rövid időn belül megfelelő genetikai frissességgel minden gond nélkül reprodukálható lehet gyakorlatilag minden faj. Jó példa erre a Mauritius szivércse, jó példa erre a kondor keselyű. És egy csomó mindent azt tudnák mondani. Elnézést, azért haradok, mert tiszteljük meg a következő előadót is. Hát szirtisas, ugye sasok, ugye amikor sasról beszélünk, akkor mi mindig a szirtisasról beszélünk, hát ennél sokkal több sas áll a világon rendelkezésre, ennek azért bizonyos korlátai vannak, földrajzi korlátai és hát anyagi korlátai is, mert ezek a bestiálisan drága madarak. Klasszikus még a szirtisason kívül az afrikai vitézsas, a hárpia, meg a majomevő sas, ezek még talán akik úgy viszonylag nagyobb számmal vannak kézen, elképesztően drágák, és hát legyünk őszinték, hogy ezzel való munka, hát férfi munka, jó mulatság. Aki hárpiával tengelytakaszt, ugye, kedves nős férfi társaim tudják, hogy hát nem egyszerű feladat, és rejt veszélyeket. Eljutottunk egy nagyon fontos tényező, az a héjához, ami a vándorsólyom mellett szintén egy világpolgár, mindenhol megtalálható valamilyen változatban. Én a solymászó népek egyik legbecsesebb solymászmadara. Tegnap volt nálam pont egy japán küldöttség, és a mi solymászatunknak megfelelően a japánoknál is egy kiemelkedő solymászmadár a héja. Ez egy nálunk teljesen általános vagy elterjedt ragadozó madár. Ezelőtt 20 évvel azt gondoltuk, hogy akkor még
gyakorlatilag korlát nélkül írtotta a vadásztársadalom, és azt gondoltuk, hogy héjából annyi van, hogy ha árvíz esetén azzal fogjuk a Dunát szabályozni. Aztán egyszer csak érkezett nekünk egy nyugatnilusi vírus nevű betegség, valószínűleg többen hallották már, ami az acipiter állományokat olyan mértékig károsítja, hogy gyakorlatilag Magyarországnak vannak olyan részei, ahol nem lehet héját felnevelni. Minden pusztul. Minden egyes darab. Ha amit foggal, körömmel életben tartanak, azok is olyan maradandó idegrendszeri sérülései lesznek, hogy használhatatlanok. Ez azért mondom, hogy acipiter, ez van közik a héjára és karvajra is. Sajnos, mint amolyan vírus, ez is változik és alakul, és most már sajnos több egyéb más ragadozónál is megtalálható. Tehát ezzel csak azt akartam mondani, hogy ne üljön senki, nem ülhetünk a babérjainkon akkor, amikor egy állomány, egy ragadozó madár, vagy bármilyen állománya rendben van, hiszen nem tudhatjuk, hogy egyik napról a másikra, egyik évről a másikra milyen globális veszélyeztető tényező legyen. Sajnos ezek a veszélyeztető tényezők szintén invazívak, azzal minden jellemzőjével, és elképesztő pusztításokat tudnak hozni, amiket nagyon-nagyon hosszú időken és nagy ráfordításokkal lehet csak rendbehozni. Itt a héjáknak az alfajai láthatók, ahogy említettem, a vándorsajomnál, a vadásajomnál is, itt is az egészen fehértől a feketéig megvan, mind csodálatos egytől egyig. 5 perc van még, igen, nagyon fontos kedvenceim, elérkeztünk azt szokták mondani, hogy héja kicsinyített másához, hát az ilyeneket csak azok mondanak, akik nem dolgoztak még karvanja. Kérem alásan, ez a törpe ragadozó madár, ez egy mondjuk gerle nagyságú 25 dekás ragadozó madár, ami a magyarság solymászatának, meg egyébként a keleti népek solymászatában meglepő módon meghatározó. Ez olyan élménydús, pörgős, eseménydús solymászatot tud biztosítani, ami semmilyen más madár a világon. Az valami elképesztő, hogy amilyen robbanékonysága, vehemenciája van ennek a madárnak, hát mindenkit csak rábeszélni szeretnék. Azhoz viszont tudni kell, hogy a karvaj egy nagyon-nagyon érzékeny és nagyon magas szintű solymászati tudást igénylő madár. Valamikor eleinkkel ezt úgy fogalmazták meg, hogy karvajt az vegyen a kezére, aki 100 és 100 adat vágatott héjával és sólyommal. Hát karvajból is, ahogyan héjából megvan a egészen fehértől az egészen feketéig. Hát igen, ezek után mindig csurag a nyálunk. Törpesólyom, ez az, amit említettem, volt, hogy ő is egy hagyományos, tradicionális vadászmadarunk. Ő egyébként egy téli vendég, tehát nem költ nálunk, nem marad itt. Hagyományosan az őszi vonuláskor befogott madarakkal foglalkoztak eleink, amíg még megtehették, és a tavaszi vonulásban elengedték a madarakat, akik aztán békében visszavonultak a fészkelő területeikre, ott szaporodva újra eljöttek, és egyébként ez általános felhasználási mód volt, és akármilyen hihetetlen, de előfordultak visszafogások. Tehát, hogy megfogott egy solymász egy madarat, végigvadászott vele, egy telet tavasszal elengedte, és össze-vissza tudta fogni a madarát. Ennek az ilyen eseteknek a gondolat, és azért kérem mindenki az akkori történelmi helyzetbe, az akkori népességbe, az akkori településrendszerbe, az akkori solymászlétszámba, az akkori népességbe gondolja ezt végig, hogy ennek mekkora esélye van akkor, hogyha ebben nincsen valami, hogy is mondjam, misztikum, felsőbb beavatkozás, mindenki értelmez a saját kedve szerint. Mondjuk mondok valamit, Szeged mellett egy solymász megfogott egy kerecsen solymot, végigvadászta vele szezont, aztán megköszönte neki az együttműködést, és egy kellemes szer alkalmával után békében elengedte, az a kerecsen solyom elment fészkelni, aztán a következő őszön újra találkoztak Szeged határában, és újra megfogta ezt a madarat, újra elkezdett vele dolgozni, és újra végigvadászott egy szezont. Hát ennek a matematikai valószínűsége egy kicsit azt gondolom, hogy túlmutat azon a véletlenszerűségen. Ez egy kis félresiklás volt. No, hát akkor eljutottunk az egyéb fajokhoz, és itt gondolatindítónak akkor többször utaltam már az ősi értékekre, a mélyebb tartalmakra és a solymászat szabályzására. Eljutottunk oda. A kiskapu fogalma gondolom mindenkinek nyilvánvaló lesz. És amikor valamit csinálnunk kell, mert olyan fontos tevékenység, ugyanakkor nem lehet, akkor ugye igyekszünk megtalálni a kiskapukat.
Ezt most csak azért mondom így, mert hogy gyorsan a végére még értsük. Hát, jogszabályi keretek lehetővé teszik, hogy olyan madarakat tartsunk, amire az imént ide citált jogszabályrendszer nem vonatkozik, nemzetközi egyezmény engedélyezi a tartását, kereskedelmét, és megjegyzem, nagyon olcsó. Hát ezek az amerikai tarka-barka mindenfélék. Ezzel csak egyetlen egy nagy baj van, hogy ez a magyarság kultúrájában, solymászati tudásában nem létező, idegen. Nyitott rá, hiszen a magyar ember, és ezáltal a solymászata is mindig közismert és tudott volt a nyitottságra, a befogadó képessége, az önmagába olvasztó képességre, az újra, a másra való nyitottságra. Tehát így fogadjuk ezeket a madarakat is. De értsük meg, nagyon fontos, hogy ezt tudatosan tegyük, és tudjuk, hogy ezek a madarak nem illeszkednek a mi ősiségünkkel, és ezáltal nem tudnak elvezetni bennünket azokban a mélységekben, mint a tradicionálisan használt madaraink. Na akkor én itt gondolom egy kicsit a tudatosságot. Gondolom. Igen, itt azt gondolom, hogy be kell zárjuk, felszerelések, gyorsan végigpörgetem, csak már amúgy uncsú. Ez már a technikai része, egyébként idáig lezajlott a valójában a mondani való meg a gondolatindító szándékom. Ezek mind technikai kérdések, amiket egyébként majd meg kell tanulni, aki solymászni szeretne, és bizalommal fordul hozzánk, tartási körülmények, madarak, takarmányok, takarmányállatok, hiszen ragadozó madarakról beszélünk, ezt gondolom ebben a körben talán nem kell elmondani. Itt meg kell álljak egy percre, én azt gondolom, már csak hogy megvédjem, aki engem ide hívott. Említettem volt a kutyákat, ugye? És hát pásztorkutyákról. Mit látunk a képen? Balkész felül kis Robi barátom, aki egyébként a Hortobágy környékén egy pásztornak álcázza magát, kezén egy fiatal tojóhéjával, amit ő maga fogott valószínűleg és nevelt be, és mi ül előtte? Egy gyöngyszemű sinka, aki élete vágya, hogy a Robi kívánságait teljesítse. Mit mondunk? Hát egy pásztorkutya, hát mit keres az ott? Hát mit keres ott, kérem? Az a pásztorember, az, és itt az összevezető szál, amire az elején szerettem mutatni, ennek a pásztorembernek a meghosszabbítása, a szervezetének, a tagjainak egy része ez a kutya. Az ő közte és a pásztor vagy a kutya közti kommunikáció adja ennek az értékét. És ez semmiben nem különbözik, ez pontosan ugyanaz a kommunikáció, pontosan ugyanaz a ősiségen alapuló együttélési érdekközösség és kényszer, mint a ragadozó madár a solymászatban. Mindegy, hogy milyen kutya. Egy a lényeg, hogy egy olyan ősi fajta legyen, amely megőrizte az ősiségét, a képességeit, és menne legyen ennél fogva az az együttműködési készség, ami ki tud odáig nyúlni, hogy ezt a tevékenységet meg tudjuk felelni. Mit jelent ez? Az, hogy a ragadozó voltából adódó feltétlen kényszereket a kutya önmagában el tudja nyomni. Mi ez? Az egyik legfontosabb, és amiben nem lehet hiba, az a ragadozó madár szemben levő agresszivitás. Tehát magyarán soha nem bánthatja. Ez a tevékenység mindenhol az alázatról szól. Ha a kutyától nem kapja meg a madár az alázatot, akkor baj van. Ezek a kutyák, a magyar fajták, és ezt stabilan mondom mindenkinek, nagyon sokat képeztem, nagyon sokat láttam, és kiképeztek ezeknek mind egytől egyik, amelyik jól megőrizte ezt a genetikai frissességet és tartalmat, mind egytől egyik benne vannak. Mutathattam volna egyet Pista barátomat, aki kócos nevű, puli jellegű kutyájával, ahogy összetereltem marhákat, mindjárt indul ki szintén a solymával vagy a héjával solymászni, mert az van. Nem képez külön kutyát rá, hiszen ez a kutya pontosan ugyanúgy néz a szemébe, ugyanúgy szeretné teljesíteni az elvárásait. No, talán ennyi magyarázatnak elegendő. Egyéb más állatok, a vadászgörény, amit ki kell hajtani, ugye a lyukból az üreginyulat. Neveléseket látunk, tenyésztés, amiről beszéltem héjáknál, egyebeknél. Ezek mondjuk az én madarai, mindegy. Magas körözésből itt csak annyit, hogy itt talán látjuk, hogy az a kicsinke kis sólyommal vadlibát szoktam fogatni. Ezekről már mind volt szó, és hát köszönöm a figyelmet, gondolom ezt a képet vártam mindenki. Köszönjük szépen!